A Tatabánya csapata egy pontos differenciával győzte le az Ajka együttesét. Hogyan vélekedik erről a mérkőzésről, hogy hogyan látták az egészet, mind a négy negyedet? Hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy nekünk most ez a hatodik edzésünk tulajdonképpen. Nagyon későn állt össze a csapat. Nagyon sok új érkezett, úgyhogy a mi célunk igazából, amikor megérkeztünk, az volt, hogy próbáljuk az Ajka dolgát megnehezíteni. Ezért lehetett látni ezt a hatalmas örömöt, mert sikerült megnehezíteni az Ajka dolgát. Én azt gondolom, hogy az Ajka szerkezetében, edzés munkájában, tehát minden szinten én azt gondolom, hogy felül minket. Ma talán egyetlen egy dologban nem. Én azt gondolom, hogy egy hajszálnyival talán mi jobban többet küzdöttünk, nem is többet, de talán eredményesebben küzdöttünk, mint ők. A második és a harmadik negyedbe nagyobb differenciával mehettek pihenni, a negyedikbe pedig azért följött az Ajka egy ponttal. Mi az oka ennek, testileg vagy éppenséggel lelkileg fáradt el a csapata? Hát én azt gondolom, hogy ez a kettő egymásval, hogy vonzza, illetve a testi fáradtság, az oxigénhiány mindenféleképpen a szellemi fáradtságot is magával hozza, és ezért nagyon fontos a kispad szerepe. A lányoknak a meccset elmondtam, hogy a kispadnak legalább akkora szerepe lesz, mint a pályán lévő játékosoknak. Most kevesen voltunk, van még sérültünk, van hiányzónk, több is. 8 emberrel játszottuk tulajdonképpen végig a mérkőzést, ebből ugye ketten kipontozottak, tehát várható volt, hogy el fogunk fáradni. Szerencsére azzal, hogy a kispad együtt élt a bent lévő játékosokkal, túléltük ezt a 8 pontról való mínusz 1-es menetet. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok az idei idényre. Köszönjük szépen. Egy ponttal ugyan, de kikapott a csapatod, és hogyan értékeled ezt a mérkőzést? Az első olyan mérkőzésünk volt, ami bajnoki felkészülési mérkőzés. Teljesen kicseréltük a tavalyi csapatot annak reményében, hogy idén fel tudjunk jutni az A-osztályba. Ezért hát nehéz volt összeszoknunk. Itt voltunk két hetet, szoktuk a termet. Nagyon jó felkészülésünk volt, erőlétben mindenben jók voltunk. Sajnos a Tatabánya alacsony szerkezeténél nem találtuk a két magassal a megoldást. Agresszívek voltak, kemények voltak, és ma meg is érdemelték sajnos ezt a győzelmet. Kicsit a szerencsének is köszönhető talán ez a Tatabánya siker, ugyanis nagyon sok egyéni hiba adódott a csapatod játékában is. Ez minek tudható be? Mi gyors játékot szeretnénk játszani, és ezt is csináltuk egész felkészülés alatt. És most kaptunk egy ilyen tömör alacsony védekezést, és ugyanazt a úgymond gyors játékot akartuk játszani, de ez butaság. Itt, tehát ő ellenük nem ezt kellene játszani, hanem a türelemmel bejátszani magasnak, visszajátszani, kívülről megpróbálni bedobni és a belső centereket utána használni. Nagyon gyorsan le akartuk zárni a védekezést, az első fél idő erről szól gyakorlatilag, és egyértelműen ez volt a problémánk. Nagyon szépen köszönöm, és hát szeretném, hogy sikeres évet zárjanak. A következő meccsre pedig sok sikert kívánok. Köszönjük szépen!